Vérfrissítésre van szükség az Európai Parlamentben, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Ma választják meg Angela Merkel utódját a német CDU élére. A kancellár több mint 18 évig volt a párt vezetője. 10 éves a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, az ünnepi ülésen az államfő is felszólalt a parlamentben. Homokból készült az idei vatikáni Betlehem, az 5,5 éves, magas, 16 méter széles alkotást 2 hét alatt vagyták. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Vérfrissítésre van szükség az Európai Parlamentben, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a jövő évi EP választás után lesznek új képviselők, és így javulni fog a demokrácia minősége. A családok védelméről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatban a kormányfő hangsúlyozta, újabb és újabb segítséget kell nyújtani a fiataloknak a gyermekvállaláshoz. Azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági növekedés a rendszerváltás óta nem volt akkora, mint az idei harmadik negyedévben, Orbán Viktor azt mondta, ütésálló lett a magyar gazdaság. Ma egy figyelemre méltó gazdasági eredményt rögzíthetünk. 2010-ben egy legyengült, kivéreztetett országképe volt a szemünk előtt, ami mostanra megváltozott, ugyanis egy erőteljes, növekedni tudó, ütésálló gazdaságunk van, ami mögött komoly munka van, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök hozzátette, a magyar emberek tehetségére és szorgalmára épített gazdaságpolitika hozta meg az 5% feletti növekedést. A kormányfő fontosnak nevezte, hogy a politikai vezetők tudatában legyenek annak, hogy a következő sikerekhez újabb és újabb erőfeszítéseket kell tenni. Ezért sem szeretem azokat a szavakat használni, hogy már sikerült, elégedett, befejezett, tehát ennek nincsen vége sohasem, hanem egyre jobban kell teljesíteni, egyre sikeresebbek lehetünk, mindenki léphet egyet előre, tehát általában szeretek úgy beszélni a gazdaságról, amiben az emberek érzik, hogy nem egy garantált munka, garantált siker bevégzett munka az, amiről beszélünk, hanem az életnek az a természetes rendje, hogy újra és újra teljesíteni fogunk, és így fönntartjuk, sőt javítjuk az életkörülményeinket. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a versenyképesség kérdése is ráirányítja a figyelmet arra, hogy még rengeteg tennivaló van, mert ugyan a magyar gazdaságban sokat léptünk előre, de van min javítani. Kifejtette, a szakképzés területén szükség van minőségi előrelépésre, és a kis és közepes vállalkozások vállalatvezetési képességén is javítani kell. Szeretnénk segítséget nyújtani a magyaroknak ahhoz, hogy a saját vállalkozásaikat jobban működtethessék, és szeretnénk elérni, hogy többet fizessenek a munkásoknak, tehát azt szeretnénk, hogyha a bérek is növekednének Magyarországon, márpedig a béreket nem lehet növelni csak akkor, hogyha a versenyképesség is javul. A kormányfő az egészségügyi szakdolgozók béremelésével kapcsolatban azt mondta, a 4 évre lebontva összesen 70% feletti béremelésről szóló döntés egy józan mérlegelés után született meg. Megvontuk a béremelés pontos időpontját és összegét, igyekeztünk kiszámítható viszonyokat teremteni, és azt hiszem, hogy Varga Mihály elő tudja állítani majd az ehhez szükséges forrásokat, anélkül, hogy a költségvetés pénzügyi egyensúlyát veszélybe sodorná. A miniszterelnök a nemzeti konzultációval kapcsolatban azt mondta, vannak olyan ügyek, amelyben nagyon fontos egyetértési pontokat létrehozni, ilyen például a családpolitika kérdése is. Orbán Viktor úgy fogalmazott, arra semmilyen garancia nincs, hogy a tervezett intézkedésekkel sikerül a népességfogyást megállítani, de dolgozni kell rajta, és újabb segítségeket kell nyújtani a fiataloknak. Én azt gondolom, hogyha segítünk a fiataloknak, ha világossá tesszük, hogy a gyermekneveléssel az életük nem beszűkültebb, hanem szélesebb, tágasabb lesz, nem szegényebbek lesznek ettől, hanem gazdagabbak, akkor bele fognak vágni abba az életformába, amiben mi is felnőttünk, és amiben mi is élünk ebben a pillanatban, vagyis hogy gyermekes családok sok vagyunk, családapák, mint én is, és el fogják nekünk hinni, hogy ennél szebb életformát nehezen találhat az ember magának az élete során. Az úgynevezett migráns vízum kérdésében a kormányfő azt mondta, vicces, hogy egy ügyben addig kell újra szavazni, amíg a bürokraták szerint helyes eredmény meg nem születik. Feltette ugyanakkor a kérdést, hogy miért tűrik el ezt az EP képviselők, akiktől az emberek azt várják, hogy álljanak ki az őket oda küldők érdekei mellett. Látom rajtuk a ciklus végi fáradtságnak a jeleit, ilyenkor vérfrissítésre van szükség, jön a parlamenti választás, jönnek majd új képviselők, és szerintem javulni fog a demokrácia minősége.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, a hazai demokrácia egy harcosabb formája a közéletnek, mint a nyugat-európai. Mi nem tűrjük el, hogy Magyarország tekintélyét és becsületét rombolják és megtámadják. Ma választják meg Angela Merkel pártelnök utódját a német CDU kongresszusán. A német kancellár még október végén a hesseni tartományi választáson elért eredmény után jelentette be, hogy nem indul újra a tisztségért. Az elnöki székre hárman pályáznak. Szokásának megfelelően előre bejárta a hamburgi CDU kongresszus helyszínét Angela Merkel német kancellár. A politikus 2000 óta vezette a pártot, és 8-szor választották újra, ellenjelölt nélkül. Az elmúlt hónapok nehézségei miatt azonban úgy döntött, félreáll. Nagyon hálásnak érzem magam, hogy pártvezető lehettem az elmúlt 18 évben. Ez egy nagyon hosszú idő, ez alatt a CDU-nak voltak jó és rossz időszakai is, de 4-szer sikerült kancellárt adnunk, ezért hálásak lehetünk. Most itt az ideje, hogy felkészüljünk a következő szövetségi választásokra a gyorsan változó világban, jelentette ki Angela Merkel. Tavaly szeptemberben a CDU megnyerte a szövetségi választást, testvérpártjával a bajor CSU-val a szavazatok mintegy 33%-át szerezte meg. A szimpatizánsok aznap ugyan még örültek az eredménynek, elégedettségüket azonban beárnyékolhatta, hogy az újraegyesült Németország történetében először egy tőlük jobbra álló párt, a bevándorlás ellenes AfD is bekerült a parlamentbe. Szintén csalódást okozhatott a rekordideig, csak nem fél évig elhúzódó kormányalakítás is. A CDU-CSU először a szabad demokratákkal és a zöldekkel próbált szövetségre lépni, az úgynevezett Jamaika koalíciót azonban két hónapos tárgyalás után sem sikerült tető alá hozni. Végül márciusra az eleinte vonakodó szociáldemokratákkal sikerült megegyezni, így Angela Merkel továbbra is a nagy koalíció élén vezethette az unió legnagyobb gazdaságát. A közös kormányzást ezúttal azonban belső konfliktusok nehezítették meg. Nyáron súlyos válság alakult ki, miután a CSU-t vezető Horst Seehofer belügyminiszter lényegében ultimátumot adott a kancellárnak. Vagy támogatja a bevándorlási szabályozást szigorító intézkedéseit, vagy szakad a koalíció. A két testvérpártnak végül két hónapos vita után sikerült egymással és a szociáldemokratákkal is kompromisszumot kötni. Eközben azonban úgy tűnt, hogy Angela Merkelnek egyre jobban csökken a befolyása a saját pártszövetségén belül. Szeptemberben váratlanul nem az ő bizalmasát, Volker Kaudert választották újra a CDU-CSU parlamenti frakció vezetőjének. Az októberi bajor tartományi választások eredménye pedig csak tovább növelte a nyomást a kancelláron. A testvérpárt a CSU 10%-ot veszített az előző voksoláshoz képest, miközben a befogadáspárti zöldek 9, a bevándorlás ellenes AfD pedig 10%-kal növelte támogatottságát. Két héttel később pedig Hessenben a CDU szerepelt le. 11%-kal kevesebb szavazatot kaptak, mint az előző tartományi választáson. Angela Merkel ezt követően jelentette be, hogy a decemberi kongresszuson nem indul a pártvezetői székért. A kancellár azonban jelezte, hogy a 2021-ig tartó kormányfői ciklusát szeretné kitölteni. A megüresedő elnöki posztért hárman indulnak. Az Angela Merkel bizalmasának tartott Annegret Kramp-Karrenbauer pártfőtitkár, a radikális változást ígérő Friedrich Merz, volt frakcióvezető, valamint a kancellárral szemben szintén kritikus Jens Spahn egészségügyi miniszter. A párt 1001 delegáltja ma délután titkos szavazáson dönti el, hogy ki lesz a CDU következő elnöke. Ott van Hamburgban Beregnyei Miklós, szervusz. A kongresszus ugye Angela Merkel beszédével kezdődött. Mit mondott a kancellár, mi a délután további menetrendje, és egyáltalán mikorra lehet meg az új elnök? Szervusz, jó napot kívánok! Körülbelül 10 perce hagyta abba Angela Merkel pártelnöki búcsú beszédét. A képviselők, a kongresszus, a küldöttek, a kongresszus közönsége nagyjából az volt, tehát 10 perce felállva tapsolja őt, és nem hagyja visszaülni a helyére. Óriási a hangulat, nem úgy köszönnek el tőle, hogy mint akiből 18 évnyi pártelnökség után elegük lenne, de persze azt mindenki belátja, hogy szükség van egyfajta változásra. Angela Merkel az elmúlt 18 évet értékelve arról beszélt, hogy a nehézségek közepette és pártja vezetése alatt szerinte jó megoldásokat adott az élet által föltett kérdésekre. Jó megoldásnak tartotta azt is, ahogy 2015-ben Németország a migrációs válságot kezelte. Arra kérte pártársait, hogy a mai választás után is
legyenek egységesebbek, és az eddiginél is egységesebben próbálják vezetni Németországot. A kongresszus menetrendje szerint nem sokára elkezdődik majd a szavazás, ugye három elnök jelölt van, többséget kell valamelyikőjüknek szereznie, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem az első szavazási forduló hozza meg majd a végeredményt, hanem többet kell tartani. Mindenesetre itt úgy számolnak, hogy kora estére lesz eredmény. Ugye két esélyes elnök jelölt van, Annegret Kamp-Karrenbauer és Friedrich Merz, a harmadik jelölt Jens Spahn eddigi adatok szerint jelentős lemaradásban van. Sokan azt mondták, hogy teljesen nyílt a verseny, és a küldöttek jelentős része az utolsó pillanatban fog dönteni. Egy biztos és egy fontos, most pillanatilag csak Angela Merkel pártelnöki szerepéről, utódjáról döntenek. Ő azt többször is jelezte, hogy 2021-ig kancellár, mindenképpen maradni szeretne. Berednyei Miklós, köszönjük szépen! Egyre több bűncselekményt követnek el a migránsok Bosznia-Hercegovinában. Erről beszélt a helyi rendőrségi szóvivő az M1-nek adott interjúban. Az országban feltorlódott migránsok száma annyira megnőtt, hogy már nem múlik el napincidensek nélkül. Közben egyre jobban virágzik az embercsempészet is. A migránsok az elmúlt napokban főleg kamionok rakterében megbújva próbáltak az Európai Unió területére jutni. Csütörtökön készültek ezek a felvételek a román-magyar határon. Több tucat migráns bújt el egy kamion rakterében. A hatóságok azonban a jármű átvizsgálása során megtalálták őket, így az iraki és szír migránsoknak nem sikerült beszökniük Magyarországra. Ezek a fotók pedig már ma reggel készültek a magyar-szerb szakaszon. Tompánál két migráns bújt el egy kamion rakterében. A déli szakaszon nem múlik el nap elfogások nélkül. A Balkánon jelenleg több tízezer migráns várakozik a továbbindulásra. A nagyrészt fiatal férfiakból álló csoportok többsége Bosznia-Hercegovinában torlódott fel. A horvát hatóságok ugyanis fokozottan őrzik az Európai Unió külső határát. Bihácson a migránsok száma már a lakosság 10%-át teszik ki, így a közrend fenntartása a hatóságokat is kihívások elé állítja. Rendszeresek a betörések és a lopások is. Emiatt az egyik bevásárlóközpontból már ki is tiltották a migránsokat. A nap 24 órájában biztonsági szolgálat védi az épületet, hogy ne tudjanak bemenni. A térség rendőrségi szóvivője az M1-nek arról beszélt, egyre több esetben kell intézkedniük. Mindennaposak az incidensek és a bűncselekmények is, főleg Bihácson és Felikekladusán történnek ezek, mert itt vannak a legtöbben. Április óta drasztikusan megnőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor intézkednünk kellett. Tegnap éjjel például egyiküknél drogot találtunk, de rendszeresen meglopják a helyieket, és sorolhatnám, mondta Snezana Gálics, aki arról is beszélt, idén eddig több mint 110 migránsok által elkövetett bűncselekményt regisztráltak, és több mint 570 olyan incidens is történt, amelyek a bevándorlókhoz köthetők. A legtöbb esetben azonban a migránsokat nem tudják felelősségre vonni, hiszen nincsenek okmányaik, és általában már a kihallgatásuk is akadályokba ütközik. Kevés a megfelelő tolmács, és sokszor a bevándorlók sem együttműködőek. A problémás eseteket így egy számukra elkülönített, zárt központban helyeznék el, csak hogy ebben már rég nincs szabad hely. Így patthelyzet alakul ki. A rendőrségi szóvivő elmondta, sok esetben megtörténik az is, hogy olyan migráns követel ismét bűncselekményt, akit korábban már kiutasítottak az országból, de ő nem hagyta el Boszniát. Problémát jelent az is, hogy a helyiek hónapok óta nem érzik magukat biztonságban, rendszeresek a tüntetések és a petíciók is. Nem vagyunk biztonságban, otthon kell ülnünk, hogy megvédjük házainkat. Ha a migránsok kifigyelik, hogy egy épület üresen áll, rögtön betörnek, mondta egy helyi férfi. Az országban tartózkodó illegális bevándorlók pontos számát jelenleg senki sem tudja, hiszen ez napról napra változik. A migránsok ugyanis folyamatosan próbálkoznak illegális határátlépéssel. A térségben emiatt virágzik az embercsempészet is. Zágrában csütörtökön egy 14 fős csempészhálózatot buktattak le a hatóságok, akik több száz euróért cserébe rendszeresen segítették a migránsokat Boszniából az Európai Unió területére jutni. Újabb erőszakos tüntetésekre számítanak a francia hatóságok a hétvégén. A kormány 89 ezer rendfenntartót vezényel az utcákra országszerte. Az üzemanyagok adóemelésének visszavonása ellenére ugyanis folytatódnak a tiltakozások. Ráadásul a tüntetők és Emmanuel Macron politikai ellenfelei is egyre hangosabban követelik, hogy a napok óta hallgató elnök álljon ki az ország elé.
Bedeszkázott kirakatok látványa fogadja a járókelőket Párizs belvárosában. Az üzlet a látszat ellenére nyitva, ám a motorosbolt vezetője komoly félelemmel tekint a hétvége elé. Biztonsági őrök fognak belül és kívül is vigyázni az üzletre. A bolt zárva is lesz szombaton, mondja a férfi, aki szerint az intézkedések komoly anyagi terhet jelentenek cégének. A boltot ugyanis gyakorlatilag romba döntötték a múlt szombati sárga mellényes demonstráció alatt a tüntetők közé keveredő szélsőséges randalírozók. A francia hatóságok most attól tartanak, hogy a szombatra meghirdetett újabb tüntetésen példátlan méreteket ölthet az erőszak. A kabinet arra kért mindenkit, hogy lehetőleg ne utazzon a demonstráció idején Párizsba. A kormányzat aggodalma nem alaptalan. A tüntetések eredetileg az üzemanyagokra kivetett környezetvédelmi adó emelése miatt kezdődtek novemberben. Azonban csak hamar egyfajta országos méretű kormányellenes mozgalommá vált a sárga mellényesek kezdeményezése. Legutóbb már a diákok is bekapcsolódtak a demonstrációba, Toulouse-ban például dühükben felgyújtottak egy iskolát. Azt kérik a tüntetők, hogy ne egyszerűen az erőszaknak hátráljanak meg, hanem értsék meg az ő problémáikat, mutassanak empátiát feléjük, és az a fajta reformpolitika, amely gazdasági megszorításokat írt elő, az fejeződjön be, és az adópolitikát szervezze át a kormány, ne a bérből és fizetésből élőket, hanem a nagyvagyonosokat, az ingatlanokat, illetve a nagykeresetűeket adózza meg sokkal jobban, mint eddig. Az országos tiltakozássá dagadt mozgalmat tovább gerjeszti az, hogy sokan úgy látják, Emmanuel Macron nem hallja meg a tiltakozást. Az elnök ugyanis eltűnt a nyilvánosság elől, csak kormányának miniszterein keresztül üzenget. Macron múlt szombaton Buenos Airesben beszélt utoljára a franciákhoz. Hazaérkezését követően még ellátogatott a párizsi összecsapások helyszínére, ott azonban kifütyülték a demonstrálók. Közben egyre inkább csökken az elnök támogatottsága a parlamentben is. Hétfőn több párt bizalmatlansági indítványt nyújt be ellene. Befejezi a migránsok szállítását az Aquarius, a hajót működtető Orvosok Határok Nélkül nevű civil szervezet szerint ugyanis, ahogy fogalmaznak, több európai kormány rágalomhadjáratot indított ellenük. Az Aquarius most a Marseille kikötőben vesztegel, miután megvonták a hajózási engedélyét. Az elmúlt 3 évben folyamatosan hozta a migránsokat Líbiából Olaszországba. Ezt elégelte meg az olasz kormány még júniusban, amikor megtiltotta, hogy az Aquarius kikössön több mint 600 migránssal a fedélzetén. A bevándorlók akkor végül Spanyolországban szállhattak ki, többségük azóta eltűnt a hatóságok szeme elől. Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel Athénban. A demonstrálók köveket és molotov koktélokat dobáltak a rendőrök felé, akik könnygázgránátokkal és vízágyúkkal válaszoltak. A görög fővárosban összesen csak nem 2000 rendőrt vezényeltek az utcákra, hogy megakadályozzák a rendbontást. A demonstrációt egy a 10 évvel ezelőtti tüntetésen meghalt diák emlékére szervezték. Akkor hetekig tartottak a tiltakozások, miután egy rendőr az utcán lelőtt egy 15 éves fiatalt. Kaliforniát minden idők legnagyobb tűzvésze után most heves esőzések sújtja. Az állam déli részén 6 óra alatt csaknem egy egész havi csapadék hullott. A rendkívüli mennyiségű esőt követően több helyen víz és sár árasztotta el az utcákat. A nagy eső miatt egy repülőgép is balesetet szenvedett. A gépet csak a kifutó utáni biztonsági zóna tudta megállítani, még mielőtt kiért egy forgalmas útra. Az esőtől csúszós kifutón túlszaladt, és csupán mintegy 40 méternyire állt meg egy forgalmas főúttól ez az utasszállító repülőgép a kaliforniai Los Angeles-től északra fekvő településen. A gépet a kifutó utáni biztonsági szakasz állította meg, mindenki sérülés nélkül úszta meg a balesetet. Jól látni, hogy azon a részen az útfelület mintegy 40 cm-rel meg van emelve. Alatta üreges rész van, hogy könnyen beszakadhasson a rajta haladó repülőgépek súlya alatt. Amikor a több tonnás járművek rámennek, felgyűrik a beszakadó aszfaltot, így nem csúsznak tovább és jobban is lassulnak. De máshol is komoly fennakadásokat okoztak a heves esőzések. Los Angeles környékén ugyanis néhány óra alatt csaknem egy havi csapadék esett. Malibuban több helyen is járhatatlanná váltak az utak a víztől és a sártól. De a metropolisztól délkeletre is le kellett zárni több utat, sok helyen a tengelyükig álltak a vízben az autók, ám sokan még így is megpróbáltak átmenni járműveikkel a vízen. Sokan meggondolatlanul megpróbálnak átkelni a vízen, mintha azt nem kellene komolyan venni, mondta egy férfi. A szivattyúk egyelőre szünet nélkül dolgoznak, a környékbeliek közül többen tartanak a nagyobb földcsúszamlásoktól is.
A helyieknek össze kellene fogniuk, és fel kellene készülni a földcsúszamlásokra, mondta egy helyi lakos, aki hozzátette, ő a tűzvész után rögtön megkezdte a felkészülést az esősebb időszakra. A környéken a földterület felületére olyan anyagot szórtak, ami a víztől hozzátapad a földhöz, így az nem csúszik meg. Emellett betontömbökkel és homokzsákokkal is védekeznek. Nem messze innen az egyik forgalmas úton pedig havazás miatt alakult ki több kilométer hosszú dugó. Az utat órákra le kellett zárni. Jó, eltemették idősebb George Bush-t, a néhai amerikai elnök koporsóját vonattal szállították végső nyughelyére, egy Houstontól északnyugatra fekvő kisvárosba. Ott van ugyanis a róla elnevezett elnöki könyvtár. George Bush-t az idén tavasszal elhunyt felesége, valamint az 1953-ban 3 évesen elhunyt kislánya mellé temették. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a budapesti amerikai nagykövetségen rótta le kegyeletét. A kormányfőt David Kornstein nagykövet fogadta, majd beírt a nagykövetség részvétnyilvánító könyvébe. 10 éves a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. Ebből az alkalomból ünnepi ülést tartottak az országházban. A tanácskozáson a köztársasági elnök a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztetett. Áder János úgy fogalmazott, a felmelegedés hatására megemelkedett vízszint miatt a migrációs hullám is növekedhet, ugyanis több 10 millió ember kényszerül majd elhagyni otthonát. Hangsúlyozta, Magyarországon több olyan folyamat is elindult, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják. Példaként említette, hogy a főváros és a megyei jogú városok is csatlakoztak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését sürgető mozgalomhoz. A cél az, hogy 2050-re 80%-kal csökkentsék a kibocsátást. Ehhez különböző döntéseket kell majd meghozni a városvezetőknek. Reméljük, hogy sikeresek lesznek. Ebben a pillanatban jelentős, a 23 város és a főváros már jelentős, országos szinten mérhető csökkentést fog elérni. Ez néhány millió tonna is lehet. Most ez a néhány millió tonna az ország szempontjából megjelenik, és megjelenhetünk a piacon kvóta eladás formájában. Az egészségügyi szakdolgozók körében további jelentős béremelés lesz, jelentette be az emberi erőforrások minisztere egy szakmai konferencián. Kásler Miklós elmondta, a kormány folytatja a 2016-ban megkezdett szakdolgozói béremelést, és a következő 4 évben 4 lépcsőben tovább emeli az egészségügyi szakdolgozók, a nem egészségügyi főiskolai szintű végzettségű dolgozók és az alapellátásban foglalkoztatott védőnők bérét. Hozzátette, a béremelés a következő 4 évben összesen 72%-os alapbéremelést jelent. A szakdolgozók esetében jövőre 8%-os emelésre lehet számítani, a következő évben 14%-os, az azt követően 20%-os és 2022-ben 30%-os a 2018-as alapbérhöz viszonyítva. Semmilyen pénzügyi veszteség nem érte a fővárost a budapesti elektronikus jegyrendszer projektjének felmondott szerződése miatt, erősítette meg a főpolgármester az M1-en. Tarlós István hangsúlyozta, csak olyan számlákat fizettek ki, amelyek mögött teljesítés van. Hozzátette, a projekt nem áll le, a rendszer kiépítése 2-3 éven belül befejeződik. Ez a projekt nem dőlt be, nem tudjuk az ellenzéknek ezt a kívánságát teljesíteni, hogy arról tájékoztassuk a budapestieket, hogy a projekt bedőlt, a BKK kétségtelenül csak olyan számlákat fizetett ki, amik mögött szerződéses teljesítés van, és valószínűleg el fogjuk venni ezt a projektet most a BKK-tól. Átadták Európa legkorszerűbb kamion parkolóját az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az Óbaroki lehajtójánál. Az innovációs és technológiai miniszter az átadón azt mondta, ha a kamionok mennek az utakon, akkor működik a gazdaság. Palkovics László úgy fogalmazott, a fuvarozás Magyarországon válságálló, ugyanis a szállítmányozás 2010 óta minden évben a GDP 6%-ánál is magasabb hozzáadott értéket produkált. Ez nagyjából 2000 milliárd forintot jelent. Hozzátette, ezért is fontosak az ilyen beruházások, és hogy támogassák a kamionsofőrök munkáját.
a nehéz körülmények között dolgozó terrorautósofőröknek legyen lehetősége arra, hogy pihenje ki magát, és ugyanúgy tudja végezni a munkáját. Másik pedig az, hogy Magyarországon épült ilyen, és bízom abban, hogy fognak további hasonló kamionparkolók épülni, ami azt mutatja, hogy mi gondoskodunk a fuvarozóinkról, meg azt is mutatja, hogy van mit szállítanunk, tehát a magyar gazdaság jó állapotban van. Stratégiai megállapodást kötött az Agrárminisztérium és a Magyar Országos Horgászszövetség. Az agrárminiszter azt mondta, január 1-től biztosította a Horgászszövetség közfeladatainak ellátása és ennek pénzügyi fedezete. Nagy István kiemelte, a tárca számára prioritás a szakmai szervezetekkel való együttműködés, a közös célokat csak közösen együttműködve lehet elérni. A partnerség elvei azt garantálják, mely szerint a hatékonyság, a nyitottság és az érdemi együttműködés kell, hogy domináljon a jövőben. Úgy gondolom, hogy a ma megkötött két szerződés ebbe az irányba mutat, és azt tudom önöknek ígérni agrárminiszterként, hogy mindig partnerként számíthatnak a minisztériumra tevékenységük, közösségi munkájuk során. Egy gördeszka miatt siklott ki egy villamos este a fővárosban, azt még nem tudni, hogy baleset vagy szándékos károkozás történt. A rendőrség még nem közölt részleteket a történtekről. Annyi biztos, hogy a gördeszka az 59-es villamos alá került, a szerelvényettől megemelkedett és elinduláskor kisiklott. Úgy tudni, hogy senki sem sérült meg. Folyamatosan érkeznek a felajánlások a közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő akciójában, már 7,5 millió forint gyűlt össze. A 13630-as adományvonal tárcsázásával bárki segíthet hívásonként 250 forinttal. Idén a cukorbeteg gyerekek és fiatalok javára gyűjtenek, becslések szerint itthon csak nem 800 ezer embert érint a betegség. Olá Ilona, diabetológus, a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában azt mondta, a legtöbben a kettes típusú cukorbetegségtől szenvednek. Az egyes típus főleg a gyerekeket, fiatal felnőtteket érinti, de idősebb korban, ritkán idősebb korban is előfordul. A kettes típusú cukorbetegség az inkább a felnőtteket és az idősebb korosztályt érinti. De sajnos a kettes típusú cukorbetegség is egyre inkább megjelenik a gyerekek és a fiatal felnőttek körében, éppen a helytelen táplálkozás és a helytelen életmód következtében. A gyerekek voltak a főszereplők a washingtoni képviselőház és a londoni kormány hivatalos fenyőállítási ünnepségén. Mindkét helyen iskolások kapcsolták fel az ünnepi fényeket. Világszerte sok helyen készülődnek a közelgő karácsonyra. Londonban és a Vatikánban is különleges látványosság fogadja a turistákat. Akár csak az olasz fővárosban, igaz a rómaiak szívesen eltekintettek volna a kétes dicsőségtől. Twas the month before Christmas. Saját versét szavalta a 4. Bridget Harrington csütörtök este a washingtoni Kapitólium karácsonyfaállító ünnepségén. A kislány művével megnyerte a fenyőt küldő Oregon állam pályázatát, így ő lehetett a fővárosi ünnepség egyik főszereplője. This is my fourth and final time leading this event. Negyedszer vezethetem ezt az ünnepséget, és a fa minden alkalommal egyre lenyűgözőbb. Gyönyörű fák álltak itt korábban is, de azt kell mondanom, hogy ez a nemes fenyő a legjobb, amit valaha láttam, mondta a képviselőház elnöke. 3, 2, 1, let it rip! Yay, look at that! Ezután Paul Ryan visszaszámolt, és a kis Bridgettel közösen felkapcsolta a karácsonyfát díszítő színes lámpákat. Gyermekek voltak a főszereplői annak az ünnepségnek is, amelyet a brit kormányfő hivatalát és rezidenciáját is befogadó Downing Street 10-es számú ház előtt tartottak. Theresa May három segítője holtversenyben megnyerte azt a pályázatot, amelyen a miniszterelnök karácsonyi üdvözlő lapját kellett megtervezni. Így mindháromuk alkotásából rendelt hivatalos képeslapot a kabinet. De nem itt található London egyik legkedveltebb karácsonyfája, sőt nem is egy, hanem rögtön 90 fáról van szó. A Churchill Arms nevű kocsma már több évtizede a helyiek és persze a turisták kedvenc látványossága. A karácsonyi szezonban több tucat fenyő és 20 000 ledégő borítja az épület homlokzatát, mesebeli hangulatot kölcsönözve a fogadónak. A tulajdonosok egyébként nyáron is kitesznek magukért, olyankor több mint 200 dézsa és virágláda díszíti a falakat. Csak a növényekre 25 000 fontot, azaz 9 millió forintot költenek.
Különleges látványosság készült a vatikáni Szent Péter téren is. A Betlehemet az idén 720 tonna homokból formázta meg néhány művész. Az amerikai, holland, orosz és cseh alkotók műve 16 méter széles és 5,5 méter magas. A homokszobrot sátortető és szélfogó függöny védi az időjárás viszontagságaitól. Csodálatos élmény, 30 év alatt sosem csináltam ilyesmit. Műremekek és gazdag történelem vesz körbe minket, nagyon megindító, mondta a művészcsoport vezetője. Innen alig több mint egy kilométernyire korán sincsenek elragadtatva a lakók a karácsonyi meglepetéstől. A rómaiak azt hitték, a tavalyi fenyő után, amely néhány nap alatt elvesztette tűleveleit, nem jöhet rosszabb. De most olyan fenyő érkezett, amely töröttnek látszik. A szponzorcég állítása szerint a szállítás miatt fűrészelték le az ágakat, és a szombati lámpagyújtásra minden a helyére kerül. A középdöntővel folytatódik a Fölszállott a páva ma este. 12 produkció lép majd színpadra, közülük 5 versenyző juthat tovább a fináléba. Ahogy az előző hetekben, úgy most is a közönség választja ki a 4 kategória győztest, a zsűri viszont már csak egy versenyzőnek adhat lehetőséget, hogy ott legyen a legjobbak között. A Fölszállott a páva első középdöntője ma este 7:30-tól kezdődik a Dunán. Sporthírekkel folytatjuk, bemutatták Herzig Norberték az új autójukat, amivel rajthoz állnak a jövő évi Rally Európa bajnokságon. A MOL Racing Team versenyzője és Ferenc Ramon remekül teljesített az idei EB-n. Összetettben a 6. helyen zártak. Jövőre pedig még nagyobb tervekkel vágnak neki a sorozatnak, amelyben novemberben Magyarországon is rendeznek majd versenyt. Az volt a cél, hogy az 5.-8. hely között valahol tudjunk évvégén befejezni a versenyzést. 6. lettünk, így alapvetően a kitűzött célt elértük. A hiányérzet az annak szól, hogy évközben volt 2 dobogós jó helyezésünk, volt több jó pontszerző helyünk, és sokáig az abszolút 3. helyen álltunk a bajnokságban, és az utolsó előtti futamon csúsztunk hátrébb. Ez egy picit a hiányérzetnek. De azt gondolom, hogy ebből a rutinból, amit ebben az évben fel tudtunk venni magunkra, és egy ilyen új autóval, mint a Volkswagen Polo GTR-öt felvértezve 2019-ben lehetnek vérmesebb reményeink, és én azt hiszem, hogy versenyzőként kimondhatom, hogy cél a dobogó. Kikapott a Sopron a Dinamo Kursktól hazai pályán a női kosárlabda Euróliga csoportkörében. Az előző szezonban döntős magyar csapat 65-58-ra veszített az eddig hibátlan oroszok ellen. Nem a Sopron számított a Dinamo Kursk elleni találkozó esélyesének, hiszen az orosz együttes amellett, hogy tavaly 2-szer is legyőzte Roberto Iniguez csapatát, az idei szezonban minden tétmérkőzését megnyerte. A kékmezes vendégek ezúttal is jobban kezdték a találkozót, az első 5 pontot ők szerezték. A Sopron több mint 3 perc után szerzett először pontot. A Kursk sem sziporkázott támadásban, így mindössze 4 ponttal vezettek az első 10 perc után. A második negyedben feljavult a Sopron, és a tavalyi Euroliga döntős meg is fordította a mérkőzést. A remekül játszó Zahui 3 pontosaival a hazaiak 32-31-es előnnyel mehettek nagyszünetre. A második félidőt viszont még az elsőnél is rosszabbul kezdték a sárga mezesek. Fegyvernekéjék majdnem a negyed feléig egyetlen pontot sem szereztek, amit a vendégek kihasználtak és 8 ponttal elléptek. A Sopron a játékrész végére ismét felzárkózott, de többre már nem futotta a magyar csapat erejéből. A 31 pontos Tina Charles vezetésével a Kursk 65-58-ra megnyerte a mérkőzést, a Sopron pedig 3. vereségét szenvedte el az Euroligában. 67-64-re kikapott a Barcelona a Buducsnosztól a férfi kosárlabda Euróligában. A spanyol csapat legeredményesebbje Hanga Ádám volt. A kékmezes Barcelona a múlt heti Fenerbahce elleni vereség után mindenképpen javítani próbált a tabella végén álló, de fanatikus szurkolókkal bíró Buducsnoszt otthonában. A spanyol csapat jól is kezdett, de a montenegróiak tartották a lépést, így az első negyed után mindössze egyetlen pont volt a különbség a két csapat között. A második felvonásban átvette ugyan a vezetést a Podgorica, de előnyét nem tudta megtartani, így a hazaiak 33-31-es hátrányban voltak a nagyszünetben. A fordulás után ennek a látványos Hanga Ádám duplának köszönhetően vezetett 4 ponttal a Barcelona, de a negyed végére a Buducsnoszt kiegyenlített. A záró játékrészben folytatódott a kiélezett küzdelem, 5 pontnál nagyobb előnyre egyik fél sem tudott szert tenni. Végül 67-64-re a Buducsnoszt győzött. A Barcelona legeredményesebbje Hanga Ádám volt, aki ismét a kezdőcsapatban kapott helyet. A magyar játékos 12 pontja mellett leszedett 6 lepattanót és kiosztott egy gólpasszt is.
A spanyolok bravúros legyőzése után ma este Norvégia ellen folytatja szereplését a magyar női kézilabda válogatott az Európa-bajnokságon. A címvédő norvégoknál több kulcsember is hiányzik sérülés miatt, ám így is a mérkőzés esélyesének számítanak. Igaz, az elmúlt másfél évtized meghatározó csapatának számító skandinávok nagy meglepetésre pont nélkül kezdik a torna középdöntőjét. Váratlanul könnyen győzött Spanyolország ellen a magyar női kézilabda válogatott az Európa-bajnokság csoportkörében. A 6 gólos győzelem után Kim Rasmussen csapata 2 pontot vihet magával a középdöntőbe, ahol sorrendben Norvégia, Németország és Románia lesz az ellenfél. A szerdaihoz hasonló teljesítménnyel mindhárom meccsen lehet esély a pontszerzésre. Senki nem számított egy ilyen mérkőzésre. Nagyon örülök, hogy ennyire kijött a lépés a csapatnak, hogy tényleg felszabadult, azt éreztem, hogy felszabadultak vagyunk, élvezzük az egész játékot, és nem az volt, hogy itt egy ember, hanem tényleg csapatként működtünk, és csapatként voltunk sikeresek, hiszen 4-5 ember nyújtott olyan teljesítményt, hogy tényleg itt mindenki volt, mindig valaki, aki tudta a hátán vinni a csapatot. Norvégia nagy esélyesként kezdte az Európa-bajnokságot, de kikapott a német és a román csapattól is. Így 0 ponttal kezdheti a középdöntőt. A Nóra Mörköt és Amanda Kurtovicsot is nélkülöző norvégok számára most kötelező a magyarok legyőzése. Egy újabb vereséggel ugyanis gyakorlatilag lemondhatnának az elődöntőbe jutásról. It hasn't been the best for us so far. Eddig nem alakultak jól a dolgaink, hiába küzdöttünk sokat. A két vereséggel számunkra szokatlan helyzetbe kerültünk, de ezt el kell fogadnunk. Szerda este egy nagyon erős román csapattól kaptunk ki, viszont még mindig elérhetjük a célunkat, ehhez viszont jelentősen javulnunk kell. Fogalmazott a Győrben légióskoros Tine Oftedal, aki az agresszivitást és a dinamikus védekezést hiányolt a csapata eddigi játékából. 2 hete a Möberingen kupán találkozott legutóbb a 2 együttes, akkor a házigazda Norvégia nyert 6 góllal. A magyar-norvég találkozót pénteken este 9 órától rendezik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. Megtartotta első edzését a River Plate labdarúgó csapata is Madridban, a Libertadores kupa döntőjének helyszínén. A finálé másik résztvevője, a Boca Juniors már korábban tréningezett a spanyol fővárosban. A legrangosabb dél-amerikai kupasorozat döntőjének visszavágóját szurkolói rendbontások miatt többször is elhalasztották, végül pedig nem tudták Argentinában lejátszani. Ezért a párharc második mérkőzését a Santiago Bernabéu stadionban rendezik. A két rivális első mérkőzése 2-2-es döntetlennel zárult. A visszavágó vasárnap 20 óra 30 perckor kezdődik. Elhunyt Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője, a politikus 1967-ben született Pincehelyen, és 2006 óta volt tagja az országgyűlésnek. 3-szor választották meg Tolna megyében egyéni parlamenti képviselőnek, idén áprilisban pedig a kormánypártok országos listájáról került a parlamentbe. Hirt Ferenc 51 éves volt. Ez volt a Híradó délben, további híreket találhatnak weboldalunkon is a híradó.hu címen. Jön az időjárás előrejelzéssel Molnár Csilla, majd folytatjuk a Visegrádi országok híreivel a V4 Híradóval.